Akkor szokok feled, tehetek fel neked pár kérdést? Persze, csak nyugodtan. Mi a véleményed, lesz második hullám a koronavírus járványa Magyarországon? Lehetséges. Elképzelhető szerintem, mint ahogy más országokban is volt. Hát én szerintem nem lesz. Szerintem nem lesz egyáltalán. De ez szerintem most igen. Szerintem ez nálunk most lecsengett. Én szerintem már el is kezdődött. Tehát én azt gondolom, hogy azzal, hogy megnyitették ezeket a korlátozásokat, a hírekből adódóan én is minden nap kocsiban ülök, legalább egy-két órát hallom, hogy visszajöttek megint a számok, egyre csak növekedtek, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem már jelen van. Hát második hullám lehet, de szerintem még az első sem vagyunk túl. Aha, miből gondolja ezt? Hát azért, mert még teljesen nem járt le, még mindig vannak megbetegedések, tehát az, hogy ellaposodott a görb, az nem azt jelenti, hogy nincsen. Nem beszéltünk össze a hölgyel, de eléggé hasonló állásponton vagyunk. Szerintem sem lesz ugyanis második hullámon Magyarországon a koronavírus járványnak, mert hogy még első sem igazán volt. Ups, a biciklim. Jó, ez lehet, hogy úgy tűnik, hogy csak játék a szavakkal, de mindjárt megmutatom nektek, hogy mire gondolok. Ehhez hasonló grafikonokat valószínűleg rengetegszer láttatok már az elmúlt hónapokban, nagyon szépen lehet vele jellemezni, hogy hogy néz ki egy járványnak a lefutása. Ezen a tengelyen a fertőzöttek számát jelöltem, FS, ha esetleg nem tudnátok kiolvasni, ezen pedig a járvány kezdete óta eltelt időt. Az esetszám először csak nagyon lassan, majd hirtelen növekedésnek indul, egészen addig, amíg el nem éri a csúcspontot, onnan pedig egyre csökkenni fog az aktív eseteknek a száma. Igen, nem csak, hogy ez jóformán csak labor körülmény között ennyire szép ez az ábra. Ugye milyen szép? Mert a valóságban az a helyzet, hogy a vírus terjedését rengeteg tényező befolyásolja, és emiatt, hogyha egy kicsit ráközelítünk, akkor ez az ábra sokkal inkább így néz ki. Szóval, ahogy a különböző körülmények változnak, mindenféle hepehupák jelennek meg ebben a görbében, de azért a trendet nagyjából lehet látni. Ha viszont együttesen úgy tudunk hatni a különböző körülményekre, hogy ez a vírus terjedését lehetőleg a legjobb mértékben gátolja, akkor igen, az is előfordulhat, hogy itt ilyen egészen mély völgyek jöjjenek létre. Ezek a hatások lehetnek mesterséges járványügyi intézkedések, mint például az egész ország lezárása, a sávos vásárlási korlátok, vagy például a maszkhasználat előírása. Meg persze természetes hatásokkal is kell számolni, például, hogyha az emberek többet vannak nyáron a szabad levegőn, akkor sokkal kisebb az esélye annak, hogy át tudják adni egymásnak a fertőzést. A problémát viszont az jelenti, hogy amíg a vírus jelen van egyáltalán, és vannak fogékony emberek, már pedig a 4 orvosi kar által végzett átfogó vizsgálatok és az egyéb tesztek is azt igazolják, hogy nagyon-nagyon pici a lakosságnak az átfertőzöttsége, azt hiszem 1% alatti, hát addig még bőven van hova terjednie a vírusnak. Jó, persze mondhatjátok, hogy hetekkel ezelőtt enyhítettek a korlátozásokon, és még sincsenek masszív kitörések, ráadásul, ha jól emlékszem, 3 napja nem volt halálos áldozata sem a vírusnak, ami szuper jó eredmény. Szóval, hogy akkor ez nem mond ellent ennek az egésznek? Nem egészen. A helyzet az, hogy Magyarországon nagyon jó időben jöttek a nagyon jó járványügyi intézkedések, meg szerintem iszonyat nagy szerencsénk is volt. Ráadásul az esetek sporadikusan, gótszerűen jelentek meg idősek otthonában, kórházakban, ami persze nyilván nem egy jó dolog azoknak, akik ott voltak, de a társadalom egész a szempontjából azért mégiscsak volt előnye annak, hogy sikerült lokalizálni ezeket a fertőzéseket, helyes karantén intézkedésekkel, akik fertőzöttek vagy fertőzésgyanúsak voltak, távol lehetett tartani őket a fogékony populációtól. Na te várjál már, milyen helyes járványügyi intézkedésekről beszélsz, amikor az emberek tolonganak a sorban, és ráadásul a maszkot is hülyén használják, kilóg az orruk, a szájuk, meg ha köhögniük kell, akkor simán csak leveszik és visszarakják, utána pedig taperolják össze a különböző felületeket a koronavírusos kezükkel. Hát ez pont ellentmond mindennek, amit eddig elmagyaráztál. Nem egészen. Éppen az izolációnak köszönhetően, hogyha nincsen vírus a környéken, akkor nincs mit átadni. Tehát hiába hordja az ember rosszul a maszkot, hiába taperol össze vagy nyalogat össze mindenféle felületeket, akkor sem fogja elkapni ezt a vírust, mert hogy nincsen jelen.
nagymákunkra egyelőre. A különböző járványügyi intézkedéseknek különböző hatása van, különböző körülmények és feltételek között. Ez a járványügyi szakembereknek a dolga, hogy nagyon precízen elemezve az adatokat, később olyan döntéseket tudjanak hozni majd egy későbbi szakaszban, ami hatékonyan tudja gátolni a koronavírus fertőzésnek a tovaterjedését. Mert hogy a magyarországi és a külföldi tapasztalatok alapján elég erősen bízunk benne, hogy nem lesz újra teljes lezárás az országban, meg teljes Armageddon, hanem sikerül tartani az úgynevezett Dance and Hammer stratégiát, ami magyarul találtam róla egy nagyon jó fordítást, a pörölj és kötéltánc. Ez pedig úgy néz ki, rajzolok egy másik ábrát, hogy az elején sikerül megfogni a járványt, majd később célzott intézkedésekkel a kisebb gócokat megfelelően tudjuk majd kezelni. Ehhez persze az is fontos, hogy mi a lakosság ne a vírus legyőzésétől megrészegülve kezdjünk el újra olyan praktikákat alkalmazni, amivel könnyen fertőzzük egymást, hanem tartsuk be továbbra is azokat a szabályokat és rutinszerűen alkalmazzuk ezeket, amiket 2 hónappal ezelőtt súlykoltak belénk. Na de vajon mit tesz az utca embere ennek érdekében? Rendszeresen mosunk kezet, azért a zárt helyen vagyunk, tartózkodunk, akkor felveszik a maszkot, aha, mindig újat, vagy kimossuk. Ha valaki szuper úgy rosszul érzi magát, akkor inkább mindent feláldozunk, csak hogy távol legyünk. Hát egyáltalán maszk, meg a sors kézmosás, a kézfertőtlenítés, és ugye, hogyha találkozom valakivel, akkor az általában ugyanaz a 3 ember, akik tudom, hogy ők is nagyon kevés emberre találkoztak, csak család, és ez a 3 ember. Szóval nem nagyon megyek ilyen szórakozó helyekre, és így légyek össze-vissza, és nem nagyon megyek étterme, meg ilyesmi. Maszkot használok. Aha. Utazásnál mindig, amit hazamegyek, kézfertőtlenítő. Nem mentem a Spárba vásárolni. Vagy korán reggel mentem, amikor nem sokan vannak. Nagyon szeretek szórakozni. Manapság nagyon visszavettem ebből, tehát most is kint ülünk ugye itt a barátaimmal. Nálunk nem messze van egy kis kocsma, oda szoktam lejárni, de egyáltalán, tehát belvárosban nem szívesen járok be egyáltalán. Mm-hmm. Tehát én ezzel próbálom magamat védeni, meg a szeretteimet. A munkahelyemen végig maszk van. Ugyanúgy mosom a kezemet mindig, ha hazamegyek, akár kutyázok, akár találkozok valakivel, akár öklözünk, akár kezet fogunk, bármi ilyesmi. Most is voltam egy helyen, ott is étkeztem, de előtte ki volt rakva a kézfertőtlenítő, tehát azt is használtam. Meg hát a maszkot azt hordom, meg nem ülök, megtartom a szociális távolságot. Az, hogy most a munkahelyek újra beindultak, ugye, tehát azt nem tudom megtenni, és szerintem sokan nem is fogják megtenni, hogy akkor megint otthon maradnak, és a 4 fal között fogják ezt az időszakot átvészelni. Szerintem annyi, hogy a személyes igényára kell odafigyelni. Az, hogy ellaposítjuk a görbét így, vagy így, az rettentő fontos, ugyanis ez alatt az idő alatt a szakemberek rengeteg tapasztalatot tudnak összegyűjteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják majd egy későbbi szakaszban hatékonyan megfékezni a járványnak a terjedését, és persze ahhoz is időt nyerünk, hogy sikerüljön kifejleszteni egy hatékony védőoltást. Oké, tudom, most azzal vannak tele az újságok címlapjai, hogy nincs is hatékony védelem a koronavírus járvánnyal szemben. Én is kaptam már olyan cikkeket ismerősöktől, ahol olyanokat írnak, hogy hány százalékkal csökken az ellenanyagok mennyisége a vérben a fertőzés követően, úgyhogy az aggodalomra ad okot, de a helyzet nem ennyire fekete és fehér. Azt látom, hogy az emberek most ugyanúgy fetisizálják ezeket a kiragadott adatokat, mint néhány hónappal ezelőtt azt, hogy hány órán és hány percen keresztül maradt fertőzőképes a vírus valamelyik felületen. Emlékszik még ezekre valaki? És annak idején csak e körül mozgott az embereknek a gondolkodása, hogy akkor most pontosan hány centi távolságot kell tartani, és mikor érinthetjük meg újra a nyelvünkkel azt a BKV kapaszkodót. Az a helyzet, hogy a védőoltás fejlesztések nagyon jó fázisban vannak, többek között erről is beszélgettünk Varga Mátéval, az ELTE TTK genetikai tanszékének az egyik kutatójával és a Budapest Science Meetupok szervezőjével. Ez majd a jövő hétfői Szertár podcast adásban lesz hallható, de igyekszem megvágni, és akkor még a héten a Patreonon elérhető lesz nektek, úgyhogy szerintem hallgassátok majd meg. Persze a védettség szempontjából az sem mindegy, hogy ha készen van az a védőoltás, az emberek beadatják-e maguknak. És ha lesz védőoltás, beadatod magadnak? Persze. Szerintem így. De. Biztos vagyok benne. Legyen itt a védőoltás, aztán majd gondolkodom rajta, de én úgy gondolom ebben a pillanatban, hogy ha hatásos, akkor igen. Beadatjátok? Igen.
Hát én ez egyelőre még erről nem tudok dönteni egyébként, hogy most én ezt beadatnám-e magamnak. Én inkább arra hajlok, hogy nem, mert hogy ez a vírus, hogy inkább ilyen rejtett hibákat hoz be elő a szervezetedben. Volt egy ilyen hír is, hogy egy srác meghalt, egy fiatal srác rákban, hogy előhozta a vírusnál a rákot. Hogyha nagy Isten véletlen rákos lennék, nem kívánom senkinek, sem magamnak, de hogyha valami rejtett hibám van, hogy rossz a májam, rossz a tüdőm, vagy bármi is azt előhozza, akkor lehet, hogy összeteszem majd a kezemet, hogy köszönöm szépen, hogy megkaptam ezt a vírus, és ki tudtam belőle gyógyulni, vagy lehet, hogy akkor nem. De én inkább kockáztatnék. Természetesen ez nem volt egy reprezentatív felmérés, de mindenképpen érdekes volt megnézni, hogy mennyire egészségtudatosak az emberek, legalábbis azok, akiket itt a Városligetben, illetve az Örsvezérterén megkérdeztem. Nem válogattam külön ezeket a hozzászólásokat, nagyjából mindenkit bevágtam, akivel beszéltem, megszólítottam az utcán, de mára szerintem ennyi elég is lesz. Most indulok haza, megvágom ezt a videót, és ne felejtsétek, hogy pénteken jön ismét az élő kvíz, amit a Memo Science and Innovation-nál közösen szervezünk, ha jobban belegondolsz. Ebben mindig két különböző terület szakembere hozza nekünk a kvíz kérdéseket, és Cikkely Marcival a Memo részéről próbálunk meg válaszolni ezekre. Úgyhogy ha pénteken este 7 órakor ráértek, már pedig miért ne érnétek rá, akkor gyertek fel a Szertár YouTube csatornájára ide, és élőben ti magatok is hozzászólhattok a témákhoz, és segíthettek nekünk. Az egyik téma ezúttal a gépészet, a másik pedig a restaurálás lesz. Hát ez biztos, hogy hozzá sem tudok szagolni, úgyhogy szükségem lesz a közönség segítségetekre. Na jó! Sziasztok! A videó felvétele óta ma reggel megjelent az Indexen egy nagyon jó összefoglaló cikk ebben a témában, azt természetesen be fogom linkelni alább, illetve azóta olvastam a szerbiai helyzetről, ami egyáltalán nem kecsegtető, úgyhogy jó lenne, hogyha itt Magyarországon is sikerülne elkerülni ezt a nagy tömeges robbanást, és inkább hülyézzen mindenki azért, hogy itt károgunk folyamatosan, hogy oda kéne figyelni. Hát inkább ez történjen meg, mint a késő bánat. Na jó, most már tényleg. Sziasztok!